csempék a medence szélén. Néhány hete még javában tartottak a felújítási karbantartási munkák a Sóstói parkfürdőben. Most viszont már vízzel tele várják a medencék a strandolókat, nahogy a gyerekeket a frissen kihelyezett játszóeszközök. Az 50 méteres úszómedencét május vége óta használhatják a fürdőzők, szombattól pedig már a többiben is megmártózhatnak. A néhány hete megnyitott élményfürdőt egyelőre belföldi vendégek látogatják, de ahogy ott, úgy a parkfürdőben is számítanak a külföldiekre ezen a nyáron is. Szlovákiával is megkötötte a Magyar Köztársaság ugye a megállapodást, úgyhogy a szlovák vendégek is tudnak most már kölcsönösen hozzánk érkezni, bízom benne. Nekünk a legjelentősebbek a szlovák vendégek. 2020-ban ugye 20 ezer külföldi vendéget, 21 néhány ezer külföldi vendéget fogadtunk. Egy normál évben mondjuk a 19-et veszem, azért a nyári forgalmunk olyan 100-110 ezer külföldi vendég. Ez egy érezhető különbség. Bízom benne, hogy most az oltási igazolványokkal azért nem lesz ilyen rossz az arány a 2021-es szezonban. Belépéskor, ahogy a túlfürdő kivételével minden egységben védettségi igazolványt kérnek a 18 év feletti vendégektől, árat nem emeltek. A nyitási hétvégén a 10 év alattiak ráadásul ingyen mehetnek majd be mindkét nap, ha lakcímkártyájukat felmutatják. Emellett különféle programokkal kedveskednek a vendégeknek, nyáron pedig két nagy rendezvényen várják őket. A strandfoci bajnokságot fogjuk július 15-től megrendezni ezen a hétvégén, egy négy napos csütörtök péntek szombat vasárnapi időtartamra, és augusztus elején, az első hétvégén fogjuk megrendezni a Sóstó Sörfest sörfesztivált. Ezt a Krudi Vigadó előtti téren, közterületen fogjuk megrendezni. Ezek nyilván hasonlóan a korábbi évek szervezéséhez, tavaly ezek elmaradtak, idén viszont nyílik az ország, vég van reményeink szerint a Covid járványnak, úgyhogy szeretnénk ezzel kedveskedni nem csak a turistáknak, hanem nyilván a helyi lakosoknak is. Az éjszakai fürdőzések idén sem maradnak el. Június 25-től szerdánként és péntekenként várják a sötétben strandolni vágyókat. A vezérigazgató egyúttal azt is megemlítette, a sóstói szökőkút építési beruházás kapcsán parkoló és sétány lezárásokra készülhetnek a városrészben látogatók. Az autósok dolgát a múzeumfalu mellett megnyitott parkoló könnyíti meg.